Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és vigyük be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokolébresztő, vagyis az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Konzervadást hallotok, de ez azért van így, mert ne gondoljatok, hogy azért van így, mert pünköst van, hanem azért van így, mert nagyon különleges vendéggel fogok ma beszélgetni aki nem más, mint Barta Bence, aki Amerikából érkezett hozzánk, és ezért aztán nem adásidőben időben itt, mert amikor az adást halljátok, ő már visszamegy Amerikába. Most viszont még itt van, és azért, nagy örömteli, azért nagyon örömteli számunkra ez, mert hát ő a Kennedy űrközpontban dolgozik, egy nagyon felelősségteljes munkát végez, és ezzel kapcsolatban meg hát az élet útjáról fogjuk foggatni. Jó reggelt, szia Bence! J jó reggelt Miki, nagyon jó, hogy itt vagyok, és köszönöm, hogy, hogy beszélgethetünk Nászáról és az életemről is. Hát igen, bár az igaz, hogy az adásidő az lémileg limitált, de azért még az bele kell, hogy férjen, hogy megjegyezzük, hogy ezt a találkozást egyébként Iván, a Orosz Iván, a Csonka Magyarország műsorvezető, egyik műsorvezetője hozta így nekünk össze, akinek egy gyerekkori jó barátod. I igen, gyerekkorom óta ismer ismerem, és nagyon jó barátom, és visszajövök mindig, szeretek vele találkozni, mert Buda Budapesten nőttünk föl a 80-as években. I és egyébként hozzáteendő, hogy ő Iván maga jelen pillanatban is itt áll a stúdióban, és tologatja a potmétereket, alkalomattán de esetleg bele is szólhat majd a diszkuszióba, de mindjárt beleugrunk a mélyvízbe. Tehát 80-as években voltatok gyerekek, ezt elmondtad, oké? Okay. De 1987-ben te már az Egyesült Államokba? kerültél. I igen, igen, kerültem az egy Egyesült Államokba, egy, egy évig voltunk San Franciscóban és utána mentünk a Minnesotaba, az anyukám az kapott egy állást a Mayo Klinikán, mint egy biokémikus, és a, ott mentem gimnáziumba, és onnan mentem egyetemre, Wisconsinba, ra és a, ott vettem matematika szakokat, fizikai szakokat és a, a, mérnöki szakokat, és a, a, utána kitaláltam, hogy nekem nem tetszik annyira csak a matek, vagy csak a fizika. De, de a mérnöki szakok nagyon, nagyon tetszene, tetszettek nekem, és én repülőgép és űrhajó mérnök szerettem lenni, és akkor utána mentem a master és a PhD doktoráltam a Purdue University, ami Indiánában van. És az nagyon híres a egyetem az űrhajók, űrhajókra, meg a, a repülőgépekre, és szóval ott doktoráltam repülőgép motorokat néztük, az anyagfáradás, repedés és ilyen dolgok a motorokat néztünk, a, a katonaság ilyen nagy turbina motorokról néztük az, azt, hogy mikor törnek el, és hogy lehet jobban megtervezni anyagfáradás, hogy ne legyen annyi anyagfáradás, és többet lehet őket használni. A, és onnan indultam a Ohio-ból. 2008-ba le Floridába, a Kennedy Space Centerre, hogy a, a, a dolgo, dolgozhassak a, az űrsikló a Space Shuttle programon 2008-ba. Hm. Még az ohio visszatérve, hogy egyébként értem, hogy akkor te ugye az Air Force-nak csináltad ezeket a munkákat. Igen. De hogy ugye azt tudom, hogy, hogy, hogy Clevelandben például akkoriban, pont abban az időszakban még, hogy ugye Például maga Neil Armstrong is az Aerospace Engineering professzora volt konkrétan, hogy ott a, az egyetemmel volt együttműködés a, akkor? Igen, a, a, akkor volt, szóval az, az épület, ahol tanultam, az a Grissom épület, aha. és amikor elmentem, akkor a Neil Armstrong jött, mert egy új épületet építettek a, aha, aha. a repülőgép és az űrmérnöki egyetemi épület, az a Neil Armstrong épület volt, Aha. és amikor egy nagyon jó ilyen háromszögű épület, és ott volt, és, és ő, ő, még a, addig is ott volt az egyetemen. És... Szenzációs. Hát igen, hát egyébként nagyon sok űrhajóst is, meg hát hozzád hasonlóan egyébként nagyon sok kiváló aerospace engineer hogy ilyen repülő és űrmérnököt adott a Purdue. Igen. Na, és akkor Hát viszont azt mondod, hogy 2008-ban kerültél a, az űrrepülőgép program közelébe, ami ugye azért nagyon fontos év, mert ugye vagy időszak, mert ugye a 2003-as Kolumbia tragédia után ugye több évig volt újra tervezés, és akkor volt a Return to Flight, az mikor is volt a Return to Flight? Az pont szóval 2005-ben. Igen, 5 vagy 6. másfél, azt hiszem másfél-két évben telt, hogy, hogy megnézzék, és hogy, hogy, hogy pontosan mi történt, és hogy kitalálják, hogy, hogy tényleg ez hogy lehet, hogy, 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 hogy mi történt a satal és a, ez a a foam, az, inszulál, az az hogy jött le, uh -huh. és az hogy ment át a, a, a szárnyon, és, és ezt és ez hogy lehet úgy megcsinálni, hogy ez többször ne, ne, tört, ne történjen. és Szóval ebbe jöttem én is be, hogy nézzük a, a Satolt. hogy az, az elején kompozit volt a, a, a szárnya, és a, a rakéta maga, az a narancssárga, azon volt ez az Ez a igen, volnatsz, igen, igen és azt Aha. néztük, hogy az jó ragadjon rá, uh -huh. hogy ne jöjjön le többet, uh -huh. és ilyen új ilyen, uh, módszereket találtak ki, a, a röngen módszeres dolgokat, meg a terahertz uh -huh. uh, neves dolgokat, amit a repülőtéren is az embereket így nézik, hogy kívülről, hogyha. hogy hogy ne legyen, mit tudom én, pisztoly vagy ilyes ilyen dolgok rajtuk. Mi is azt nézzük, de mi azt nézzük, hogy ez, ebbe a szívácsban ne legyen túl sok levegő és, uh -huh. és, és buborékok. buborékok. Alatt, ha túl nagyok a buborékok, akkor könnyebben lejöhet a, a szívek. Ez egy ilyen external tank, vagy mi ez ez a külső ajtóanyag? Tehát ez iszonyatosan Igen, nagy. Hatalmas. Tehát hogy lehet, de, de hogy kell repülőtéren át, átsétálsz egy ilyen, de, de ezt, az, hogy lehet átvilágítani, vagy hogy? hogy... Szóval e ezt a tartályt, ezt ott a Should, a Assembly Facility, az Aha, a New Orleans-ba. Orleans. És ne nem az egész szivacsot nézték, csak azt a, a azt a részét, ahol a sator hozzá ment, ott, uh -huh. mert ott jött le. És ott van, vannak csövek, meg ilyen ö Más dolgok, ami, amik, amikre több szivacsot kellett rakni. És onnan jött le, és csak azokat a helyeket néztük, ahol uh -huh. a, azt hittük, hogy on, onnan jött, és csak azt hittük, hogy, hogy ha lejön még egyszer, akkor, akkor onnan jön. Szóval nem néztük meg az egész tartályt, csak, csak azt a részét, ahol a satóval. Mert hogyha a másik oldalon jött le volna, akkor ez nem lett Senkit volna nem baj. Igen. Egyébként érdekes, hogy a törzs hallgatóink tudhatják, hogy nekem veszőparipám, hogy a Space Shuttle koncepció az már a legelejétől el volt rontva abban az értelemben. Ha megnézzük, hogy a Challenger és a Columbia katasztrófákat is mind a két esetben olyan probléma idézte elő, ami nem lett volna, hogyha nem párhuzamosan lenne szerelve a dolog. Tehát mondjuk, ha az, üre, az emberek a tetején ültek volna, és nem az oldalán mondjuk, akkor, Igen. akkor se ez az O-ring probléma nem került volna az űrhajósok életébe, a Challengernél sem, pedig ez a a hapszivas darab nem tudta volna a szárnyat eltalálni, ha fönt lett volna a tetején, de hát ugye, tehát, hogy valahogy már a kezdetektől fogva inherensen benne volt a veszélyesség. Erről mit gondolsz? Szóval ez, ez igazság, de mint egy mérnök, én, én azt szeretem, hogy, hogy új dolgokat próbálunk. Szóval az Apollo program, a, a Saturn rakéta és a kapszula az, az, az a tetején volt, hmm. és az működött. Szóval, de a shuttle az az volt a jó, hogy, hogy sokkal könnyebben jött vissza, uh -huh. és sokkal több, többet tudott fölvinni, mert a, 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 az űrállomást, a, az International Space Station, a, az azt tudta összerakni. Szóval ilyen hatalmas dolgokat tudott fölvinni, amit egy, egy másik rakétán nem lehet megcsinálni, mert általában, még manapság is a, a rakétára csak akkora a Mű, műholdakat lehet rakni, mint a rakéta, mm. és van a tetején egy, egy boríték, és azon nem lehet nagyobbat rakni. Mm -hmm. Szóval mm -hmm. szóval nem minden rossz volt a satóban, de, de, de voltak hibák, és, és ebből kellett tanulni. Szóval az, 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 sajnos az történt, hogy 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 kétszer az ű, űrhajósok azok meghaltak, és, de, és, a, és az egy katasztrófa volt. De abból kellett tanulni, hogy hogy, hogy ezt hogy lehet akkor jobban megcsinálni, hogy nem tökéletes semmi, de, de javítani lehet. És a, mind, mind, a kettő alkalommal a Challengerbe, meg a Kolumbia után egy, egy csomó dolgot tanultunk, mint mérnökök, és, 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 ebből javítunk, és ez is manapság is lehet látni, hogy a, a visszajött a, a, a rakéta minden, a motor, a, Szóval csak az External Tank nem jött vissza. Szóval maga az írhajó visszajött, és ez nagyon jó volt, mert ez az apollo programma nem volt. És, és az Atlas rakéta, amit ma használunk, az, az nem jön vissza, de a kapszulák azok vissza fognak jönni. A, a SpaceX-nek van a, a Falcon, meg a Dragon, a, a sárkány kapszula, Igen. és, és az, az mind a kettő visszajön, úgy, mint a shuttle, és és landol, és akkor az alkatrészeket meg mindent megnézünk, és akkor mehet megint, és, és gyorsabban tudják csinálni, mint mi. és De ők is tanultak, hogy mi és mi jó, és mi nem. És, és ahogy mondtad, igen, nem rakják a kapszulát vagy valamit oldalára, vagy, uh -huh. de inkább visszarakták mindent a tetejére, mert ezekkel problémák voltak. Igen, na most ugye. Tegyük föl, vagy egy biztos volt ilyen, hogy mondjuk ott a Missouri-ban, New Orleans-ben azt hozza ki a mérés, hogy egy externált tankon túl sok a buborék egy Igen. részén. Akkor mi történik? Tehát én úgy láttam, hogy ez egy egybe levő apszivacs bevonat, tehát nem csempékből áll, de ki a tévedek. Hogy lehet ezt cserélni, vagy foltozgatni, vagy mi van akkor, hogyha sok a buborék? Igen, úgy... ez egy jó kérdés. Szóval, és, és azt csinálták, hogy, hogy leszették. És ez spriccelik, szóval ah, ilyen rá ja, ráspriccelik. Ja. És nagyon puha anyag, Igen. szóval olyan, mint a hab, majdnem. Szóval, és, és csak arra van, hogy a, mert abban van a, 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 a hidrogén, meg az oxigén, ami, ami szóval mind a kettő anyag, az annyira lehűtjük, hogy nagyon hideg, és amikor a, a, a tankot az töltik ott a keredén, akkor így összemegy az egész. Uh -huh és, és szóval arra is van, hogy, a, hogy ezt a, a hőszigetelő, mm -hmm. vagy a hideg hogy, 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 hideg Igen. maradjon az, az, anyag, mert az több órába telt, hogy ezt föltöltsék. Igen, hát ezért most is láttuk az SLS-nél, ugye ez lényegében ugyanaz a bevonat van, Igen. Rá, pont ugyanaz az anyag, I, ugye? Az ugyanaz az anyag, és a, a, a szóval azt csinálták más, hogy az jobban, hogy a, nem a, a használjuk, az űrhajónak a motorját, de az, az a external tank de a, a tartálynak alatta van igen. most négy motor a satóba háromba volt, nekünk most négy van, és mellette van még mindig a, a kettő, ez a solid rocket motor, a, ami az, az, a Northrop Grumman csinálja nekünk, és szóval van mellette, és azt is használtunk a satóba és ez, ez egy marha nagy rakéta. igen Hát ugye most lényeges különbség, hogy most konkrétan ugye ezeket a, a ami a Space Shuttle main engine-ek voltak, ezeket az RS, nem tudom, majd mondod, mi az, azok a hajtóművek, ezeket ugye nem jön, nem lehet újra használni az SLS-nél. Ugye ez egy lényeges szóval Ez az ára ennek. I igen, a, igen. A, szóval az, az a baj, hogy, hogy, hogy lehet nem megint használni, de azt mondták, hogy, hogy túl sokba kerül, mm. hogy úgy csináljunk, mint a shuttle hogy a, amikor a motorok visszajöttek. Mert az, a, a, a Solid Rocket motor az visszament az óceánba, és akkor a hajóval kifogták. mentünk, és akkor Igen. kifogták, és akkor én is azon dolgoztam, hogy visszajöttek, akkor, akkor leszették ezt a habot róla, és a, a, ez egy alumíniumból volt. És azt néztük, hogy a, a, hogy, hogy nehogy korodáljon, uh -huh. vagy ne, le, ne legyen repedés, mert amikor belemegy az, az óceánba, akkor ezért az ejtő ez, ez erővel jön. De hogyha nagyok a hullámot, akkor vol, voltak olyan motorok, amiket ki. Kicsit azért elrepettek, vagy, vagy, vagy betörtek, szóval azt néz És néztük. Amúgy ezt és ez... lehetett újra használni vagy átlagosan? Többször, szóval Aha. minimum 5 és 20-szor lehetett, de Aha. Aha. kellett mindig nézni minden alkalom után, hogy hogy nem történt semmi vele, és akkor ez ez idő és pénz volt, és most azt mondták azért az artemis akkor ezt ne csináljuk, uh -huh. akkor uh -huh. újat mindig csináljuk. Ja, és akkor ez most az SRB-kra is, tehát a szilárdtajtanyagokat sem fogják Igen, azokat ki. is kidobjuk az oceánba. Jó. Na most ugye a, a, egy kérdés, hogy én emlékszem, hogy a Sátul idején azzal is baj volt néha, hogy a harkályok Rámennek az externáltankra, és kiuggatják. I igen, igen, szóval az az azok is vannak, és a mi mindenféle madarak is vannak. E egyszer, amikor ment fel, amikor én ott voltam, akkor egy denevér, van egy kép róla, hogy egy denevér így fogja az tanket, és ment föl felé. És, és, és radarral <laughs> néztük, hogy a madarakat el, el, el kellett szóval el kellett vinni, hogy ne, nem, nem, lehet az összes madarat kivinni onnan, szóval ez mindig ebbe volt egy kis rizikó, hogy neki megy, de azt mondták, hogy amikor még eléggé alacsonyan van, akkor nem történik nagy baj a rakétával, még hogyha egy madár vagy Károly vagy valami Aha. ilyesmire bemegy. Jó, tehát akkor azt végül is azt nem gondolhatjuk, hogy mondjuk a, Kolumbi a Kolumbiáért most konkrétan egy madár lett volna a felelős. Azt mondjuk ki. Igen, hát mondjuk, Igen. hogy ők rúggatták ki úgy, hogy Igen. könnyebben lehessenek a dolog. Jó, hát ez nagyon érdekes. Tehát akkor igazából azt mondhatjuk, hogy te igazából a minőségbiztosítás területén. Igen, Do szóval... Dolgoztál, és most is dolgozol. Igen, manapság is a a azon dolgozok, szóval a, a shuttle program, amikor végzett 2011 be akkor azután én az Orion kapszulát a hőpajzson dolgoztam, azt, hogy hogy kell összerakni az az, az új kapszula, most majd az Artemis-en Artemiszen is dolgoztam, és a... Az, az, az űrhajó állomáson is a, ilyen nyomásos tartályok meg kompozit dolgokon uh -huh. dolgoztam, hogy megnézzük, hogy, hogy minden úgy legyen, mint ahogy terveztük az anyagok az olyanok, amit terveztük olyan erősek, és nincsenek buborékok, uh -huh. vagy repedések, vagy ilyen dolgok, mert ezt a, mint egy mérnök hogy mi, mi mindig azt mondjuk, hogy az Istenbe lehet hinni de mindenki más, az hozza az adatot. Aha. Szóval nem hiszük el, hogy minden olyan, mint a, a tervrajz. Azt mondjuk, hogy persze, hogy, hogy olyan lehet, de mi mindig mindent megnézzük. Főleg ezeket a kritikális dolgokat, uh -huh. hogyha azok eltörnek, akkor, akkor fölrobban a rakéta, vagy, vagy a, a, az űrhajósok meghalnak. Azt, szóval az, az a legfontosabb nekünk, mint, mint mérnökök ott a nasa hogy hogy az űrhajósok azok föl tudjanak jönni, és vissza tudjanak jönni, és minden az, az úgy lesz, ahogy, ahogy kell a, a, tervekbe. És szóval erre ment most a manapság, amin dolgozok, ez a Commercial Crew program az űrhajósokra, és az egy kicsit más program, mint az Artemis meg az Orion, mert azt a NASA az úgy nézi, hogy azt szeretik, hogy ők egy szervizt vennek ezektől a cégektől, a SpaceX-től, meg a Boeing-től, meg a ULA-től még a vannak több cégek, akik a, a, csak a, a cargo, alkatrészekek, a meg ilyen dolgokat vinnek föl a Northropnak is, van egy rakétáj, mm -hmm. akik nem a Kennedy-n vannak, van ez a Wallops, Wallops Island, Island a, 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 a Virginia-ba, onnan is, a, a japánokkal is, a, ők is szokták fölvinni dolgokat, és még mindig do, dolgozunk az oroszokkal is, a, 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 az ő kapszuláikkal a International Space station re és ez azért fontos, mert azt akarjuk, hogy itt a Föld körül a, ezek a cégek, mint a SpaceX, azok tudjanak üzleteket csinálni. Most van ez a Starlinket csinálja a SpaceX, szóval idén százszor mennek föl. Mi a NASA mi csak ket, kettő rakétát kérünk évente tőlük. Uh -huh. És hogyha ez a Starliner működni fog, akkor csak évente egyet. Uh -huh. Szóval ez mi úgy csináljuk, mint egy szörbíz, mert az Orion meg az artemis azt a Holdra és a Marsra megyünk a abban még nincs pénz oda menni a cégeknek, szóval az, az egy már. Igen, az, Más az államnak elől kell járni, még igen. mielőtt lesz profi. Ez egy befektetés. Igen, igen, egy hosszú távú befektetés, igen. Hát, na most, a, a, a visszatérve arra, hogy, hogy akkor te a, a az Orion vagy Orion uh, kabinnak az alján a hővédő burkolat. Igen. Ugye az Apollo program idején ez az F-Code nevű anyag volt, és szerintem most is hasonlót használnak, de annak idején tudom, hogy ilyen pici darabonként rakták össze, ilyen nagyon sok, és az egyesével megröngenezték, ha jól emlékszem, ilyen hatszöges Igen. valamikből, és aztán összes azt összesütötték az egészet, hogy összeálljon, és akkor még egyszer átröngenezték, és iszonyatosan pepecs munka volt, hogy az emberek úgy konkrétan voltak olyan nők, akik kézzel dugdos be, ilyen igen, kis... kézzel így, ilyen, ilyen, úgy hívjuk, hogy hawking, hogy Aha. Így, 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 így beledugták, gyömszön, és igen. 300 ezer ilyen luk volt, Há, mint igen. Egy ilyen darázs, hatszöges, és azt töltötték, és én voltam Bostonba, ott csináltak a Textron gyárba, és úgy csináltuk a, a, az, az, az EFT 1-es, az, ami az a Delta Heavy igen. ment föl, a 2000, azt hiszem, 2014 vagy 2015-ben ment föl az első. Igen. És azt utána megváltoztatták, hogy ez, ami most uh, múlt évben ment föl, azok már táblák voltak, az is afkó, de megváltoztatták azt, ah, hogy hogy csinálják. Tehát akkor, ami ezen az Exploration Flight testen volt, akkor az még a régi apollós módszerrel, Igen, és Igen. most meg már nagyobb darabokból Igen. Na, panelekből rakjátok Igen. össze ezt a brutál hőpajzsot. Ugye, Igen. Tényleg, tehát ez egy óriási dolog, mert amikor az ember a mély jön vissza, akkor ugye dupla annyi a mozgási energiája konkrétan, ugye kétszerese. Tehát a felmelegedés is nyilván kétszeres, Igen. tehát iszonyatos hőterhelés. Tehát hány ezer fokra ízzik föl ez a dolog, amikor mondjuk vissza. Hát nem tudom a pontosan, de biztos, hogy ilyen négyezer, négy, négy három négy ezer, attól függően, hogy hol van, szóval a amikor jön a pajzs, a pajzs az úgy néz ki, hogy hogy vastagabb az egyik részén, mint a másik uh -huh. részén, és akkor úgy kell visszajönni, hogy alul uh -huh. ott van a le legmagasabb hőmérséklet, és ott több több pajzs ö, van, és ez leég róla. Szóval, mert mi azt akarjuk, hogy az űrhajósok az ne melegedjenek föl, uh -huh. és ezt úgy csinálják, ez olyan, mint egy a a szén, ahogy ég a szén, hogy az lejön. Aha. Miközben szóval, akkor nem melegedik a struktúra, a szerkezet. Az a megoldás, hogy a kerámia, ami a space volt, az ilyen sebességeknél nem is jön szóba. Ugye, igen, mert itt annyira meleg van, hogy a kerámia igen. bevonat, ami ugye nem, nem éget le, és ezért aztán pont újra lehetett használni. Igen. De az itt most, itt akkor a felmelegedés van, amikor az ember a holdról jön vissza, hogy ezt nem is lehetne csinálni. Igen, ugye? mert ezt... hát a, a, az űrhajó állomás az. Az, az mit tudom én 400 kilométerre van a fejünk fölött a, a, a hold, meg mit tudom, nem is tudom hogy 400 ezer, ezer, ezer vagy persze. egy Igen, millió kilométerre van tőlünk, Igen. szóval és, és akkor így sokkal gyorsabban jön vissza, szóval Igen. és a Space Shuttle az elején is volt nagyon magas hőmérséklet. De ezt a, ilyen ez a Reinforced carbon, carbon ilyen kompozitból csináltunk, ami nem égett le, uh -huh. de az, azt is megnéztük, és vizsgáltuk mind, uh -huh. minden alkalommal utána, amikor visszajött. Mert ott a a, a mikrometeorok, a, a micro hogyha uh -huh. belementek, akkor, akkor lehetett repedezés, és, és azt néztük, hogy hogy ne, ne menjen akkor vissza, hogyha van ilyen repedés, amit. És uh, volt a, olyan, hogy ezt a volt olyan és a, igen, cserélni kellett. Igen, igen volt. Aha és azt röngeneztük meg computed tomography uh -huh. volt, a infra, infravörösön lehet, lehet látni alatta, hogyha van egy repedés, akkor ott melegebb, mert akkor uh -huh. a, a levegő az át tud a, menni alatta, és ott nem, nem olyan jó a szigetelés, mint a környéken, uh -huh. ahol hűvösebb. Uh -huh. És a, 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 ilyen, szóval ilyen dolgokkal néztük, a, a, szóval volt ez, a, a, a ultrahanggal is a, néztük dolgokat, a röntgen is, ez a Backscatter X-Ray, meg a terahertz uh -huh. és ez, uh -huh. ezek voltak a modern ilyen vizsgáló uh -huh. dolgok, amit hoztuk a Kolumbia után, és még manapság is használunk az az Orionon, uh -huh. és a, az összes ilyen űrhajón. Nézzük, ezek, a, ezek ilyen nagyon fontos anyagok a, a, a hőpajs, meg a, szóval azért nézzük, hogy, hogy biztos, hogy, hogy rajta legyenek fölfelé is, és visszafelé is. Az Orion kapcsán nem merült föl, hogy oké, okay, ezt értem, hogy, hogy leég róla, és akkor a hőpajzsot tulajdonképpen nem lehet újra használni, de az egyébként fölmerült, hogy az Orion kabint újra használják. Tehát, hogy mondjuk ráraknak egy újabb hőpajzsot, és akkor már igen még egyszer. Ilyen... Igen, igen. Új, új, újat fognak rakni, vagy a, a, a szerkezetet alatta meg fogják próbálni használni. Aha, ezt még aha. nem találták ki most, szóval azért lesz most még egy-két év, mielőtt me mennek Megint, mert ezt ki kell találni, hogy pontosan mi történt, mit lehet megint használni, mit nem lehet használni. Uh -huh. Az SpaceX uh -huh. is ugyanezt csinálja az ő kapszulákkal, szóval most már az emberekkel, itt a Mersakrumát töb többször használtuk a kapszulákat. Igen. A Boeing is, a Starliner is ez lesz, hogy 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 megpróbáljuk ötször, 15 tizenötször használni, de ezt nem tudjuk. Amúgy a starliner majd arra ráfordulunk, mert az most nyáron lehet, hogy aktuális lesz. De a Starliner-en ott, ott milyen a hő az, az kerámia, vagy vagy az is ilyen leégős. E, szóval ez, ez szabad szóval az Afkótot, csak az Orion Aha. kapszulán használjuk. Uh -huh, uh -huh. És ez a van egy másik ilyesmi anyag, az a neve, hogy pika uh -huh. egy fenelék a Fennelic carbon ablator, uh -huh. szóval ablációs. Hát is, Végülis az ilyen, is leég Igen, Na. és, és ez, ilyen, ez, ez egy olyan anyag, hogy ilyen, uh, ilyen karbon van benne, uh -huh. és szenes, uh -huh. és az, az hozza össze az, az összes ilyen anyagot, ez a pika egy ilyen úgy néz ki, mint a, mint a méz, és azt így egy uh -huh. ilyen ragasztó van benne. Aha. És így összetartja az egészet. De arra való, hogy akkor égjen el, de ne olyan gyorsan, hogy túl gyorsan, hogy minden leég milyen, mielőtt leér a kapszula, és nem olyan lassan, hogy, hogy akkor fölmelegedik túl sokat a kapszula. És uh -huh. ar arra nézik, hogy akkor milyen vastag, és hogy, és hogy pontosan hogy, hogy kell ezt az anyagot így megcsinálni. Uh -huh. És uh -huh. ezt a, a, a Perseverance, ami Marsra ment, azon is volt egy ilyen hőpajzs, uh -huh. és azon is dolgoztunk, az is egy ilyen pika volt. A SpaceX-nek is van pikája, a NASA-nek is van uh -huh. pikája, és a Boeing-nak, és, Boeing a Boeing és Aha. ezt a mindenki máshogy csinálja. Uh -huh. De Marsra is kell hőpajzs, szóval uh -huh. azért a, a, a légnyomás az a Marson az nagyon kicsi, uh -huh. de, lehet, de azért elég, hogy itt helikopter is repülhet, azt uh -huh. mindenki látta. Igen. Szóval ezért kell a hőpajzs, mert amikor jött le a, a, a robotok, akkor azt se akarjuk, hogy azok is leégjenek. Szóval mm. ezek, ezek az ez ilyen, ilyen anyagok, amik védik az, az embereket is, meg mm. ezeket a műholdokat, meg a robotokat is. Most a Commercial Crew programra visszatérve, hogy, hogy itt ugye tényleg az van, hogy a, az űreszközöket ott a Boeing vagy a SpaceX építi például. És akkor a NASA, mondjuk te, az konkrétan hogy vesztek részt? az ő minőség ellenőrzésükben. Tehát konkrétan ti vizsgáljátok át, tehát a NASA oldalán vizsgálják át mondjuk a, a mit tudom én, a Dragon-nak a, a, a hőpajzsát, vagy azt egyszerűen csak leírjátok nekik, hogy mik a, a feltételek, amiket teljesíteni kell, és azt a SpaceX saját házon belül vagy Igen. Hogy, hogy megy ez. Szóval, a, a, szóval ez, a, ez, egy, ez az első alkalom, ez a commercial crew program, hogy úgy csináljuk, hogy azt mondjuk a cégnek, hogy mi szeretnék menni az űrhajó áramásra. Úgy a, építették a rakétát, ahogy ahogy ők, uh -huh. nem a NASA, és akkor mi nézzük, hogy nekünk a a nasa is van, hogy, hogy hogy pontosan, hogy hogy kell ezeket a standards, meg a requirements, hogy hogy kötele, ez kötelező, hogy így csinálják. Uh -huh. De Szóval ők nézik meg, ők ők, nézik. Ők, ők ők rakják össze a rakétát, de mi, mi mérnökök mondjuk, hogy hát elhűztük, hogy ezek a tervezők ilyenek, de adják oda az adatokat. Aha. És mi nézzük az és adatokat. És akkor az adatokra is ránéztek. É, igen. A és a NASZ... hogyha nem értünk Aha. egyet, akkor oda Aha. mennek a dolgok ezekkel a cégekkel, és akkor hogyha azt hiszik, hogy túl nagy a rizikó, akkor megpróbáljunk változtatni, de azért nem, nem szólhatunk be annyira, mint például az Orion vagy az Artemis programban, ahol tényleg azt mondjuk, hogy ez kötelező, és hogyha nem tetszik, akkor változtassák meg. Mert a komorsakróba az van, hogy a, azt akarjuk, hogy az Atlas rakéta, a Vulcan, meg a Falcon rakéta azt használják a, ezek a cégek, hogy hogy keresek pénzt, mert a, ebből pénz, mint a Starlink, meg a, ezek a műholdokra is. Mert az nekünk sokkal jobb, mint NASA, mert akkor mi, mi nekünk nem kell kifizetni az egész uh, tesztelés, programokat, hogy ezeket a rakétákat és a ka kapszulákat építsék. Szóval ez, ez olcsóbb a, a a, az, az adófizető, az adófizetőnek, a NASA-nak, és az, az államnak és az országnak is, Igen. Igen. és ez, szóval ez, ez így ment, ez, ez több évtizedbe telt, hogy régen azért és te is láttad, hogy, hogy nem volt az, hogy havonta indult egy rakéta. Manapság én, én látom hetente kétszer vagy há, há, háromszor megy a SpaceX. Hát, a kertből hát, látod igen, konkrétan, kertből, mert igen. ott igen. laksz. Mennek éjjel, ha. mennek nappal, visszajönnek, olyan nagy hangromban, hangrobbanás van, mert, mert attól függően, hogy mekkora műholdat lőnek föl, akkor van egy, egy hajóra is tudnak landolni, hogyha hogyha nagyon, szóval, hogyha nagyon nehéz ez a műhold, hogyha keveset lőnek föl, akkor van elég benzin vagy rakéta motoranyag, hogy vissza tud jönni oda, és akkor ott landol, és olyan gyorsan jön vissza, mint a sat a régen, és akkor hangrombanás van, minden rezeg, az összes, a kutyák, macskák örjöngenek, az, az, és, a, és az autók is ott <laughs> ettől, szóval Na, nagyon érdekes, hogy ez, amikor ez így visszajött. Szóval, Hű. nagyon élvezik, és most már manapság annyi ilyen rakét, vannak kis rakét, rakétatársaságok, azok is indulnak most már, és lehet látni, hogy ezt a, a rakéta űrfejlesztés miatt itt egyre több pénzt raknak be különböző cégek, és mindenki akarja kisebb, olcsóbbat, nagyobbat mert mindenféle műholdra és, és pénzt akarnak keresni és nekünk a nászában nagyon jó, hogy akkor most mi már csak egy nem, nem kell mindenre fizetni mi most már csak évente egyszer vagy kétszer kell rakéta a nekünk. Most, de egy ilyen érdekel engem ez a döntéshozatali dolog, hogy hogy mondjuk van egy ilyen start előtt van ilyen flight readiness nem tudom mi értekezlet, és akkor igen. mondjuk azt mondjuk, ti a NASA oldaláról azt mondjátok a SpaceX-nek, hogy hát nem értünk egyet az adatokba, úgyhogy, úgyhogy ezt cseréljétek ki, vagy nézzétek meg még egyszer, és emiatt van egy halasztás. Na most ilyenkor a NASA ilyenkor többet fizet, vagy ilyenkor, a, ilyenkor ez is egy, vagy ilyenkor egyszerűen a SpaceX benyeli ezt a plusz költséget, és... és ez hogy ez körül... attól függ, függően van, hogy, hogy pontosan mi van, és hogy milyen nagy baj van. Szóval uh -huh. de ezek a, 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 a... Szóval ami kötelező nekik, az, az mindig arra megy, az a szóval Orionban az van, hogy akkor a, a NASA kifizeti, ez a Cost hát Plus. A, a, a SpaceX-el, meg a Boeing-el, ez az, az új kontraktek kontraktok, ezek... Ez, ez olyan, hogy firm fixed. Szóval az, az, azt mondtuk, hogy akkor hat szor akarom fölmenni a, az űrhajó állomásra veled, és veletek a másik céggel is akkor hatot Aha. És akkor azt mondják, hogy ennyiért megcsináljuk, és akkor azt mondjuk, hogy oké. Okay. Szóval csak akkor, hogyha nem értünk egyet, és ez én egy mérnök vagyok, én, én nem vagyok egy ilyen menedzser a pénzzel, szóval ezért nem ja. tudom, hogy ezek pontosan ja, hogyan ja, mennek ezek a dolgok. Na, de viszont mérnöki kérdésekre kanyarodjunk rá, mert tényleg a Commercial Crew programban, ugye egy nagyon fontos előrelépés lehet ezen a nyáron, hogy végre a sokat halasztott, meg hát nem, nem teljesen fákiás menetként jellemezhető projekt, ugye ez a, ez a Starliner, a Boeing Starliner, végre embereket szállíthat az ISS-re júliusban. Most éppen azt mondják, hogy júliusban, de hát ugye itt volt mindenféle gond, ami nekem nagyon emlékezetes, hogy 2021-ben, amikor pont Floridában voltam, a családdal, akkor terveztük, hogy megnézzük az ember nélküli második tesztjét ennek, és akkor valami tüzelőanyag cellával, vagy valamivel a start helyen volt valami olyan gond, ami miatt aztán néhány perccel a start előtt lefújták, és aztán egy, egy, több mint egy évig nem került sor a tesztre, és óriási csúszások voltak, aztán végül sikeres volt a második ember nélküli tesztrepülés, és akkor most jöhetnek az emberek. Uh, itt ebben te, ha jól értem, eléggé részt vettél, hogy itt el tudod mondani, hogy ezzel a Starlinerrel mi van, mit várunk tőle, és hogy, és hogy igazából mi volt az a gond, mikor vagy gondok sorozata, ami miatt ennyit csúszott ez a dolog? Igen, beszélgethetünk, szóval, szóval ez is volt a, a. szóval ezért az a neve, hogy fly test, uh -huh. vagy egy, 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 tényleg egy test. Szóval szerintem az átlagember azt nem érti, mert látják, hogy csúszik, és megy uh -huh. az idő, és akkor nem megy föl, és évekig várunk, és akkor mi Igen. van. De hát itt na, nagyon dolgoznak az emberek azon, emberek azon hogy hogy tényleg ezek az anyagok meg minden úgy működjön, mint hogy kell. Uh -huh. Szóval a, a, a Starliner az volt, hogy akkor ott kínült Floridába, és a, és a, ezek a, a szelepek azok korodáltak uh -huh. ennyi idő után, és akkor Te, be voltak és du, De az, és akkor hogy ott az... állt a starthelyen akkor. Hát, a igen. Levegül... Ott volt, de... és aha, és, és hónapjuk. Aha. Hónapokig ment, évekig ment, szóval ezek, szóval ezért az anyagok nagyon fontosak, hogy tudni, hogy az anyag mit csinált a, uh -huh. a, a sós levegővel, uh -huh. meg ezek a a, ezek a motor anyagokkal, van a, a nitrogen, tetroxide, meg a hydrazine, ezek ilyen nagyon savas anyagok uh -huh. és, uh -huh. és, 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 és mérges anyagok. Szóval, és, és ezt kell tudni, hogy ezek a. a a titán azt lehet használni ezzel az anyaggal, de nem azzal az acélt lehet ezzel, és nem azzal, és, és mindennek pont kell működnie. És hogyha probléma van, akkor ki kell cserélni. Tehát az egy. Az, az, egy, az, az nem egyszerű, hogy, hogy bemászni a kapszulába és ezeket a, a, ezeket az alkatrészeket kicserélni, akkor le kell szedni, vissza kell vinni, meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy akkor még mi, mi van és ezt újra rakták össze, szóval ez egy vadonat új kapszula, és ezek, sajnos ezek a problémák vannak, és akkor van az, hogy hónapokig vagy évig, évig várunk. Ez volt a, a szóval már átlagember az elfelejtette, hogy a Dragon kapszula, az fölrobbant. Uh -huh. a, a, a demo egy után, ő is fölrobbant, és egy évig kellett, majdnem másfél évig kellett utána várni, hogy akkor megnézzük, hogy mi volt a probléma, mi volt az anyag probléma, és akkor hogy lehet az kapszulát újra megcsinálni, úgy, hogy akkor ne robbanjon föl, amikor az embereket rárakjuk. Szóval ez uh -huh. na nagyon fontos. Uh -huh. És a, a Falcon rakéta is már kétszer fölrobbant. Szóval a, a rakéta lövésben mindig van rizikó, és ez mint, mint mérnökök, mi mindig arra megyünk, hogy hogy a rizikó az az, az olyan alacsony legyen, hogy, hogy remélhetőleg minden jól működik, de ezekre nagyon kell vigyázni, szóval ez egy nem egy bicikli vagy egy autó és nem egy olyan mint egy repülő, de ebben nagy rizikok vannak, uh -huh. szóval és, és mindent kell tudni és ez, ezért tel annyi időben, mert, mert több száz ember vagy több ezer ember a szakértő minden anyagba, a szoftverrel is volt probléma a starline az OFT1-en, azt is meg kell csinálni, akkor vannak a szeleppel is vannak, ilyen a, a, a tartályokkal is vannak ö, problémák, és ezt mind meg kell oldani, és ez mind időbe telik, és ezek ilyen hatalmas rakéták, hatalmas ilyen kapszulák, nagyon komplikáltak, és ez sok időbe kell, Tel, telni, hogy szétszedjük, és visszarakjuk, és megnézzük, megvizsgáljuk minden, és, és ebben megy az idő, és ezt az átlagember nem látja. Persze. De figyelj csak, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy például itt a Starliner-nél, hogy ez az Atlas V rakéta, és akkor van ilyen, hogy hogy milyen rakéták szállíthatnak embert, hogy mi az a human-rated? Hogy, Igen. Hogy mi, mi, és a, az mi, tehát a, az hogyan történik, hogy, hogy összeül a testület, vagy mit tudom én, és hogy hogy azt mondja, hogy na ez a rakéta, ez alkalmas emberek szállítására, hogy itt minek kell megfelelni. Ugye az Atlasz, eredetileg nem erre tervezték, aztán biztos kellett vele valamit csinálni, hogy ilyen human-rated legyen, de hogy ez mi? Tehát miben, miben más, mi, mi, miben különbözik egy egy olyan rakéta, ami human-rated, meg olyan, ami nem, és hogy, hogy itt mire kell figyelni, és hogy hogy van ez? Igen, szóval a, a NASA-nak van az a human rating a standard, Aha. szóval ez egy NASA standard, Aha. de ipari standard is van, uh -huh. amit ezek a cégek uh -huh. használnak. És arra nézzük, hogy akkor me melyik az olyan, az, hogy ez kötelező, ez kötelező mm. megcsinálni, és melyik mm. olyan, hogy hát ez nem teljesen úgy van, mint az atlasz rakéta, van benne rizikós, azt nézzük, hogy akkor ez azért... Jó, ja, de akkor, é, akkor okay. ide, itt ilyenok szerepelnek benne, hogy például mit tudom én, hogy mekkora lehet a maximális rászkódás, vagy vagy, vagy mit, Igen. mik azok a kritériumok, amik alapján valamit alkalmasá lehet nyilvánítani arra, hogy ember is ráüjjön. Igen, hát szóval úgy, mint mondtam, hogy adat kötelező, aha, hogy aha. kell az adat, és meg kell nézni, mert mi mint mérnökünk, mi hogyha nem tudjuk, hogy ez hogy lett összerakva, hogy lett vizsgálva, milyen anyagok vannak, és hogy ki nézte meg, ki nem nézte meg, mi, mi azt nézzük, hogy akkor minden tényleg úgy van, ahogy, és akkor a NASA is kiszámolja, hogy, hogy ez, ez tényleg ez oké, okay, hogy embert rakjuk rá, uh -huh, uh -huh. és és az is van, hogy ez az Atlas rakéta, a, szóval a, a szerkezeteket már a 60 as évek óta használják, uh -huh. és eddig soha nem volt ezzel uh -huh. a rakétával uh -huh. probléma. Uh -huh. Szóval azért, mint egy mérnök, szóval mi nem bízunk abba, hogy jaj, hát működött ez 20 évvel ezelőtt, mert 20 év alatt, Csomó ember jön, megy, és nem lehet tudni, hogy ki a jobb és ki a nem jobb. Szóval minden, azért akarjuk minden alkalommal nézni, de azért mutassa, hogy ezek a tervezetek azért jók, mert ez, ez működik. Szóval Igen, ugyanígy van. van a a SpaceX-el is most már most ment 200 szor miután az utolsó robbanás de volt, de példa... szóval láttuk, hogy igen, de az javított... artemis meg ugye a második sls már lesznek emberek. Igen. Tehát, hogy érdekes azért, ez nem csak azon bulik, hogy mi hányszor ment. Szóval ott, ott az artemis meg az orion az a trükk, hogy mi használtuk a rakétamotorokat a satalon. Ja, igen. Ah, az SRB-ket is használtuk a satalon. Szóval az, az egész tervezés az úgy volt meg, hogy, egy csomó alkatrész meg szervezeteket, azt, a, a, azt már tudtuk, hogy működik, és kicsit máshogy összeraktuk, megnéztük, természetesen teszteltük, vizsgáltuk, megnéztük, most már lőttük, kilőttük, és, és most nézzük az adatokat, hogy tényleg minden úgy működik, ahogy kellene az szóval volt a Az SLS, most így utólag, hogy látjátok az Artemis 1 az adatait, mindenki megvan elégedve? Igen, nagy nagyjából minden nagyon Aha. jól volt, a rakéta fölment, <laughs> a, a holdot kikörözte, a, a kapszula is nagyon jól volt, szóval az na a legnagyobb rizikó az a fölmenés, van a Maximum Q, meg a Stage Separation, ha a a rakéta a fölső része lejön, és akkor visszafelé a hőpajzs az nagyon fontos, az ejtőernyők nagyon fontosak. E ezeket nézzünk, nem csak a SpaceX-en, nem csak a boeing al uh -huh. orion is. Szóval ez ezek a fontos dolgok, és ennek mindennek kell működni. A szoftvernek is kell működni, mert láthattuk, hogy a Boeingnak nem működött el először a ezek. Szóval ezeket nézzük, uh -huh. hogy nagyjából működnek, mit kell javítani, mint mérnökök, mi mindig javítunk, uh -huh. szóval mindig megy előre a, a dolog, hogy akkor mit lehet jobban megcsinálni, mit lehet gyorsabban, uh -huh. olcsóbban, jobban megcsinálni. Szóval, és, és a, a végzet az a jó, hogyha emberek mennek holdra, emberek mennek marsra, van egy űrhajó, új űrhajó állomás, és a, a mindenki az azt az, az szereti azon beszélgetni. de alatta, hogy mi megy az, ezek a mérnöki dolgok, amik nekem nagyon érdekesek, de hát az átlagembernek azért nem annyira, és akkor szóval ezt ez, ez, mi beszélgethetjük, de ez nem mindenkinek van ez a... Na jó, a, de a szokolébresztő hallgatókat azért általában igen, érdekli. Már hogyha nem érdekelnek, akkor már rég elkapcsoltak, igen, vagy eltekertek akkor már kikapcsoltam volna. mondta, és ment ebédelni. <gül> <gül> igen. Na hát, ez marha érdekes egyébként, hogy, hogy Hát euh, például a, a Starliner esetében ugye az a hír van szerintem, hogy az Atlas 5 az nem, nem lesz már sokáig üzemben. Igen, szóval van elég Atlas rakéta a ULA-nek, a, ULA a Boeing-nak, mm. hogy a commercial a, a NASA-nak föl tudjunk menni, mert most ez... Aha. Erre megy az igazolás, meg a, a, ja. a, hogy mi kötelező. Aha. De most a, az új rakéta, az most ott van éppen a Kennedy Space Centeren, a, a vulkán rakéta. Aha. Aha. És abban van egy Blue Origin rakétamotor, a, a, amiben megy, mert az a, mindenki tudja, nem tudom, mindenki, de sok ember tudja azt, hogy a, az Atlas rakétán orosz, erdély, 180-as 180 motorok vannak. Igen. A Ami szerencsére... egy hátbancongató történet. Igen, egyébként. szóval igen, a 90-es évek igen, tett igen, tett az Iván is mondja, hogy igen, ezt nem tudtad. Szóval a 90-es évek óta az Atlasz rakétán az orosz motorokat vette a Boeing és a ULA, mert na nagyon olcsón meg lehet venni ezeket a motorokat. De hát az utolsó tíz évben a Kríméjában és most Ukrajnában sajnos bajok vannak, és most már a amerikaiaknak nem adnak motorokat, de szerencsére vettek elég motort, hogy van elég nekünk, szóval de de nézzük, hogy, hogy ez az új vulkán rakéta az, az hogy fog menni, és akkor majd meglátjuk, hogy ezt is fogjuk használni, szóval a közeljövőben és a, a jövőben nézzük ezeket a rakétákat, és akarjuk, hogy ezek de, működjenek, de. mert minden több rakéta van, akkor a NASA-nak vannak különböző programjai, nem csak emberes, hanem ezek a műholdi dolgok, a, akkor marsra kell lenni, a holdra bázist, és egy csomó mindent föl kell vinni. Szóval kellene kis rakéták, közepes rakéták és nagy rakéták is. És minél több van, annál olcsóbb van, annál több minden kutatást tudunk csinálni, mint ászal. És a Starlinert egyébként a vulkánra rá lehet tenni? Tehát az össze, összepasszol? Szóval a, a vulkán, az, a, igen, az, azt úgy cserélik hogy az Atlas 5-ös, meg a, a Delta 4-es rakéta, aha. annak azt most kivégzik mind a aha. kettő, és az új rakéta lesz nekik a, a vulkán rakéta. Szóval ez ez, szóval ez egy nagy változás uh -huh. nekik. Szóval uh -huh. mi, mi nagyon várjuk, mert a, ezek a rakétamotorok, az a Blue Origin, a Bezosnak a motorja, és ők is most ott a Kennedy Space Centeren, ott csinálják a, a New Glenn nevű, a új Glenn a rakétát, a uh -huh. John Glenn után nevezték. Uh -huh. És arra is megy ugyanaz a motor. szóval uh -huh. azt is nagyon nézzük, mert ez egy még nagyobb rakéta lesz, uh -huh. és arra több, több dolgot lehet rakni. Uh -huh. És a SpaceX-nek is van ez az új rakétája. A Starship. A Starship, a Starship, ami is most musz... hát, fölrobbant, félig meddig ők is tesztelték, és most Aha. vizsgálják, hogy hogy mi ment jól, és mi nem, szóval, de ez is nagyon fontos nekünk, mert a NASA-nak az fog landolni a Holdon. Szóval lesz egy átjáró a gateway, az Orion kapszol az a gateway-ra megy, egy átjáró megy a Hold körül, és utána a Starship viszi le az űrhajósokat oda-vissza, és az Orion kapszula hozza vissza a hőpajzsal, meg az ejtőernyőn vissza a földre. Szóval, szóval, ez lesz a közeljövőbe. Szóval azt mondjuk a, legközelebb lövés az Artemis, az, az két év múlva lesz kb. És akkor még mindig tervezik és építik ezt az átjárót, a rakétát a Starliner is tesztelik, a Starship-et is tesztelik, szóval, szóval nagyon sok dolog megy erre, szóval nem, nem csak itt az űrállomásra, ami itt van, hanem a Holdra is, és akkor utána lehet, hogy úgy lesz, hogy a Holdra megyünk először, és a Holdról megyünk Marsra. Szóval nem egyenesen Marsra, hanem átugrunk. Ezt ez még nem tudjuk teljesen, hogy hogy van, de hát azt majd én is, engem is nagyon érdekel, én nem dolgozok ezen, de hát én, én is olvasom és nézem, hogy, uh -huh. hogy ez mi lesz és hogy is lesz. Hát ez marha érdekes. Na most ugye az van, hogy szerinted, hogyha mondjuk elmegyünk a holdra, oké. Okay a holdon ugye van egy csomó jég, rendben. A jégből lehet csinálni hidrogént, oxigént, ez kitűnő rakétavizemanyag, és ráadásul akkor onnan föl lehet szállni és elindulni a marsra például. De ez egy olyan, tehát mondod, hogy mennyi mérnöki apró munka van, hogy, hogy igazából ez olyan embertelenül komplex feladatnak tűnik, hogy most ezt így elmondtam, már úgy is úgy tűnik, hogy hát de én abban se vagyok benne biztos, hogy ez így 30 éven belül meg tud történni, vagy valami. Te, te, te mit gondolsz erről, hogy te azért jobban érzed, tehát, tehát konkrétan nap mint nap a bőrödön érzed, hogy gyorsul ez az űrtevékenység hát, mostanában. Mit tippelsz? Mikor látunk mi embert a Marson? Mi, én, én kicsit pozitívabb <laughs> vagyok. Na. Szóval szerin, szerintem ezt meg lehet csinálni, mint egy mérnök, én nagyon élvezem az ilyen komplikált, nehéz dolgokat, szóval azért szeretem ezt a, ezt a szakmát, szóval szerintem mindent meg lehet csinálni, és a, attól függ az idő és a pénz, uh -huh. szóval ez hát mindig a... így van. Na, igen. Szóval ez a Commercial Crew is rakéta, az is tíz évbe telt majdnem, hogy, hogy ez sikeres legyen. A, az Apollo program és a Saturn program között is volt majdnem 10 év, mielőtt a, 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 az űrsikló az, az, az sikeres lett. Az Apollo program és a 60-as években az is 10 évbe telt, szóval hogyha az ember akarja nagyon me ezt megcsinálni, akkor meg Na, tudja ezért csinálni. Az persze. a kínaiak hát, is igen. jönnek, az oroszok is jönnek a holdra, szóval ez nem, nem olyasmi, amit így, szerintem a, itt a, a világon itt föladják az emberek, mm. és azt mondják, hogy jaj, mm -hmm. hát ez, ez túl nehéz, ez általában nem így van. Jó, jó, persze nem is a holdra mondtam a 35-et, hanem a marsra, de, de, de igaz, hogy, hogy persze... Előbb-utóbb, igen. Előbb-utóbb. És már nem. ilyen milliárdos emberi, emberek is jönnek, az Elon Musk, a Jeff Bezos, ezek az emberek halom pénzük van, és ez nekik ez az új, ez hobbi, hogy, nem, hogy ne, nem nagy hajót meg jaktot vennek, hanem egy rakéta céget indítanak, mert, mert Pff. szeretik a űrbe menni. A Bezos az fölvitte a William shatner és ilyen kis rakétával, és ők na, nagyon akarnak űrbe menni, és a gazdag emberek, ez, ez az új, új dolog, hogy egy, szerintem lesz tíz éven belül egy ilyen űrbázis, ahol az emberek fölmennek vakációzni, a, a, uh -huh. a gazdag emberek. Ne, nekünk a nasa az a jó, hogy akkor remélhetőleg akkor alacsonyabb lesznek az árak, és akkor tö, többet tudunk több pénzt tölteni a, a kutatásra, és nem a föllövésre. Uh -huh. Uh -huh. Na, hát ez, ez egyébként nagyon nagyon tetszik. Ugye ez lényegében az obama van ez az egész koncepció. Először a kom kommer, már mint a Commercial Crew is, meg előtte a Commercial Cargo program, uh -huh. hogy hogy, hogy, ugye ott, ott konkrétan az volt, hogy ugye az orion azt már elkezdték a busz alatt fejleszteni. Igen, de aztán utána kiderült, hogy hát ez egy kicsit túlárazott projekt, és ezt az egész dolgot, Constell a constellation, constellation ezt igen. teljesen elkaszálták, és az Orion volt az egyetlen, ami túlélte ezt, mert az igen. összes A-rész 5, meg mit tudom én, ilyen rakétek teljesen mentek a levesbe, és akkor viszont az egy tök jó ötlet volt szerintem az Obama adminisztrációtól, hogy kitalálta ezt a koncepciót, hogy ezeket a cégeket behúzni, ahogy mondod. Igen, ez volt az első alkalom, hogy a NASA így csinálta, és az volt szerintem ami a legjobb ami jött ebből, hogy és amikor történt, akkor mi, mi nem örültünk ennek, hogy két céget választottak. Uh -huh. szóval nem csak a Boeinget, hanem a Boeinget és a SpaceX-et. Uh -huh. és, és az, hogy manapság mi történik, hogy a, nem tudtuk, hogy melyik fogja jobban megcsinálni vagy gyorsabban. Szóval az, hogy a SpaceX ez meg tudta csinálni először, ah. és hogy most kettő van. Az nagyon fontos. De... Nekünk azért nagyon fontos ez, hogy hogy két cég legyen, mert hogyha az egyikkel van vala, van valami, akkor a, legalább van egy másik. Mert ezelőtt csak egy cég volt, szóval hogyha a, a, a satola, az űrhajúsiklóval baj volt, akkor lehet az egész. Uh -huh. De hogy most, hogyha lesz két cég, vagy három cég, ahol tudjunk menni, akkor hogyha az egyikkel van probléma, és cégek jönnek-mennek, az, az sokkal jobb nekünk, hogyha több van. Szerintem Szerintem az volt a legjobb, és amikor ez történt, akkor azt mondtuk, hogy hát akkor kétszer annyit kell csinálni, mert most két céggel kell dolgozni. De a végén itt az lett, hogy ez tényleg ez egy nagyon jó ötlet volt, uh -huh. mert, mert megint a rizikó az, az, az alacsonyabb, mert, mert de ez tő, szóval az elején több pénzbe telik, de a, a végén olcsóbb lesz, mert többen vannak. Meg, hogy é... talán az is egy egészséges dolog, hogy ők versenyeznek egymással. Igen, és a versenyezés az de nagyon de... jó, és ez az új szóval a commercial crew alatt van a, a, szóval a, a kargó, hogy nem viszünk embereket, de, de szerkezetek meg, meg alkatrészek meg, műholdokat fölövünk az, az űrhajó állomásra, és most jövőre jön a, a vulkán rakétára, rakja a, a Sierra Nevada a Dream Chaser, uh, amilyen kisebb. Ser... Igen. Igen, az igen. Féltem, hogy hát az ebből nem lesz semmi. Nem, de kargóban fog, kapott egy kontraktot a NASA-tól, és azt majd kipróbálják, és remélhetőleg jól működik. Teherű repülő. Igen. És az az ISS-re viszi a cuccot? Igen. És mennyi ennek a, mennyi hasznos terhet tud fölvinni? Hát ezt majd meglátjuk, hogy igen, szóval megint úgy van, hogy megmondjuk, hogy akkor vigyen föl csúcsa a Space Station-ra, és akkor csinálja úgy, ahogy akarja, megnézzük azért a NASA standard, hogy hogyha a Space station kell valami menni, és az, hogyha azt megérinti, akkor a, van egy csomó kötelező dolog, amit kell csinálni ahhoz. Szóval azt azért meg kell csinálni, de különben, uh -huh. hogy melyik rakétája rakja, vagy hogy, hogy csinálja, hogy, 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 hogy kapszulát csinál, vagy ezt az űrsiklót csinálja, az, az nekünk minden csak működjön. Hát ez nagyon jó. Hát jó, figyelj, most sokkal optimistábban látom a helyzetet akkor. <laughs> És a, a, egyébként a Dream Chaser, hogy az ilyen jól áll, az en, ez engem tényleg meglepett. Most ebben nem voltam benne, de hogy akkor ez már ennyire közel van, hogy így lehet, hogy jövőre ez felment, hát ez egészen pompás. Úgyhogy, úgyhogy hát igen, nagyon ebből is látszik, hogy azért nem, nem unalmas nektek ott a kokolbicsen az élet. Nem, hát min minden nap van valami újság, szóval már, már nem, nem is tudom, hogy, hogy mikor jönnek mennek a rakéták, mert már annyi minden van, és annyi cég jön, szóval tíz évvel ezelőtt nem volt semmi, uh -huh. és manapság már annyi ilyen dolog van, szóval minden nagyon érdekes, és az átlagember Elfelejti, hogy, hogy mennyi dolog van. Én is elfelejtem, mert annyi dolog van, hogy én se tudom, hogy minden pontosan hogy megy, de, de nekem minden nagyon érdekes, és na, nagyon szeretem nézni és olvasni az ilyen dolog, dolgokról. Hát mi is így vagyunk ezzel, úgyhogy, úgyhogy, majd ha legközelebb Budapesten jársz, akkor majd légy szíves, majd folytassuk majd ezt a beszélgetést. Természetesen, ez nagyon jó volt, köszönöm szépen. És hát bizony, bizony, ezt azért mondtam, mert így lejár a műsoridőnk, bizony, úgyhogy hamarosan itt pánikszerűen be kell rekeszteni ezt a beszélgetést amit egyébként persze órákig lehetne folytatni, de hát ez már csak így szokott lenni a szokolébresztőben, de hát azért remélem számotokra is ér érdekes és tanulságos volt, nekem mindenképpen, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Barta Bencének a részvételt. Szívesen, és köszönöm Ivánnak, hogy, hogy ez össze Bizony. összehozott minket. így van, Or orosz Ivánnak is nagyon köszönjük azt, hogy így összekötötte a szálakat, mindenkinek remélhetőleg a legnagyobb örömére. Ez volt tehát a szokolébresztő, kettő hét múlva újra jelentkezünk, és addig is mindenki érezze jól magát, jó napot, jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.